Megérkezett a 10 órás vendégünk, Rádui Attila, a Zöld Nap Egyesület elnöke van nálunk. Jó reggelt, szép napot Attila, szia! Szép zöld napot kívánok nektek, neked is Krista is, a hallgatót, nem és neked is Gábor. És annak apropóján vagy nálunk, azért hívtunk, mert hát születésnapoltok, a Zöld Nap Egyesület születésnapol. 14 évvel ezelőtt alakult meg az egyesületetek, hát ez egy szép szám, akárhogy is nézzük. Igen, nem 17, mint a Profirádió, de azért ugye sietünk mi is megalakulni, és sietünk tényleg jelen a köztudatban, és véleményem szerint köszönhetően nektek is a köztudatban jelen vagyunk, és 14 év alatt rengeteg minden sikert legyünk az asztalra. Éppen elbeszéltük itt 9 órakor, hogy azon egyesületek közé tartoztok, akiknek a programjuk, tehát a programot ér. Az év 365 napjában aktívan vagytok jelen, és hát lényegében nem is nagyon lehet látni két program között színidőt. Nincs is. Oké, akkor jól látjuk. Igen, jól látjátok ti is. Egyébként ugye tudjátok, mert ti is rajta vagytok a levező listánkon, mint a több száz szimpatizánsunk, támogatunk, partnerünk, ugye, és ott is folyamatosan bombázunk hírekkel, de tényleg nincsen szabad idő, és tényleg nincsen szabad program, szabad hét, mondhatnám azt is, mert folyamatosan vannak programok, amik zajlanak. Akkor te, mint egyesületi elnök, vagy szabadságon egyáltalán vagy? Hát hivatalosan kell legyek szabadságon, és vagyok is szabadságon, ugye már minden ember, én is tudott emberből vagyok, és néha meg kell állni, de akkor is vannak szerencsére programok, és akkor is ugye vagyunk elegen a csapatban, akikkel sikerül együtt dolgozzunk. Tényleg ez ember. Ja. Kellett nézzem. Ja, oké. Okay. Azt hittem, a mikrofonnal van a baj, mert Gábor kezdett közelebb húzni magamhoz, hogy hallatszol-e vagy nem? Igen. Azt hittem, utána azt hittem, keresed a kikapcs gombot, vagy ez a slowdown gombot. Lehet olyat is, igen. Egyébként tényleg az elmúlt 14 évben, szerintem főleg a régi ismerőseim, a régi ismerősök, azt tudják, hogy sokat lassultam a beszédben. Vicces. Mert régen sokkal-sokkal gyorsabban beszélgettem. Azt hittem, megszoktunk. Én is azt hittem, hogy így most már az fülemre állt, tudod? Az is lehet, Gábor, úgyhogy ez soha nem lehet ezt tudni. Egyébként az események, ugye megállva, ugye az előbb mondtatok az eseményeket, tehát sikerült véleményünk szerint egy pár olyan eseményt a köztudatban elrejteni, amik ugye, hogyha valaki meghallja, akkor tudja azt, hogy a mi rendezvényünk. Például ugye 13 tavaszi zöldnapokat szerveztünk eddig, ugye bringás kincskeresés 9, most volt a teplőt a 9-dik, ugye békanapját 14-et 14 alkalommal szerveztünk, a zöldnapali táborunk 21-et szervezzük jövő kedden, a természet az életforrása ottalvos táborunkat már 7-et szerveztünk, a mozgó délután 9. éve a 49-et szerveztük meg májusban. Ezek jó nagy számok. Azt a tenészbajnokság az amatőr sportolók számára minden évszakban szervezünk 4-et, ugye közösen ezt a sportirodával. Vannak ugye különböző társadalási klubaink, a spanyol társadalási klubunk eddig volt 6, török, örmény volt 4, orosz-francia volt 2-2, grúzza próbálkozott, nem volt részvevő. Na tehát, úgyhogy ilyeneket is sikerült, mondom el az eddig ebben szerintem elrejtjünk az emberek tudatába, hogyha ne legyünk mi ilyen programokkal, akkor ugye ezek a programokat nem mi, hanem valaki másképp megcsinálja. Vagy át senki. 14 évvel ezelőtt mik voltak az alapelveitek? Az alapelvek azok most is úgy vannak, mint akkor voltak. Ugye akkor az államvizsga... Nem változott? Nem változott, hanem folyamatosan ugye alakul az adott helyhez viszonyítva. De azért is mondtam ezeket az eseményeket, amit ugye 13-14 alkalommal van megszerve, azt jelenti, hogy évente ezt sikerült megcsináljuk, hogyha már a kezdetektől a rendezvények ugye futnak az egyesületnek a repertoárjában, mondhatnám így is. És az alapelvek azt voltak, ugye, hogy legyen egy olyan alternatívat mutassunk a fiataloknak, de nem csak, akik ugye keresik a kiutat, ugye az otthoni kitörési lehetőséget, mondhatnám azt is. Mert ugye mindenki azt mondjuk, panaszkodik a székely ember, jellemzünk ránk, hogy ez köszönjük is mondható már, hogy nincsen semmi, menjünk külföldre, itt se jó, ez se jó, az se jó, ugye nincsen semmilyen program. De a program az van, csak éppen gyertek is el, és sikerült ugye az embereket el is vigyük, és ugye sikerült az embereket kiképezzük, mondhatnám azt is arra, hogy már ugye régóta csapatunkban vannak. Például most is 43 emberrel dolgozunk együtt, ebből 37 helyi önkéntes, és 5 darab, vagy 42, 5 darab a külföldi önkéntes. Tehát ez az a létszám az idén, amivel együtt dolgozunk, és ugye évente ez a szám nem nagyon csökkent, ilyen 35-40-es számmal dolgozunk együtt. Azt jelenti, hogy ennyi ember már ugye megvan fertőződve, mondhatnám azt, hogy mi programaink által, és ugye bekapcsolódik heti rendszerességgel. Igen, azért itt a 14 évben ez a létszámból ugye
jöttek, mentek emberek, tehát nem csak ez nem egy állandó mag, hanem van ebben állandó mag is. Igen. De nagyon sokan ugye közben tanulmányait máshol folytatja, tehát vagy éppenséggel abba a korba lép, hogy összeházasodik valakivel, és akkor ez azzal jár, elköltözik, de nagyon sokan megfordultak az egyesületnél. Így van, ez teljesen igaz, hogy te mondasz, Gábor, és mondom, sok ilyen jó példánk van, és sok olyan érdekesség, ugye most gondolok például Straua Medardra, ugye, akire még hallgató szerintem a környékbeliek ismerik. Hogyne. Ismerik, és emlékszem arra, amikor az első eseményekre, ugye még kb. 9-10 éves lehetett, a nagymama örökké hozta a kerékpárt urainkra, és örökké jött egy kicsi ilyen vokabulár, emlékeznek az idősebb rádió hallgatók, hogy volt ez a vokabulár, a füzet, hogy abból volt kitépve egy kicsi papírka, kéze volt, legyen, hogy ugye vigyázzon az unokámra, és minden a kerékpárt urákon a kicsi két, nem volt váltó semmi is azokat a bicikliken akkor még, hajtott, hogy Attila bácsi, kösse meg a cipőmet. És amikor oda emlékszem, kicsit most furcsa lehet, hogy éppen hallgatja most a rádiót, Medárd is, és ugye abban láttam azt, hogy hogyan nő fel például ő is, és ugye mai napig is, például most jövő héten küldjük el Macedóniába egy hét ifjúsági cserére, tehát azt jelenti, ugye, hogy már egy 21 éves fiatalemberről beszélgetünk, tehát amikor megkötte a cipőjét, és azóta vele kész felnőtt úriemberként ugye látjuk a csapatban, és sok ilyen emberünk van, akiket ugye láttuk azt, hogy felnőni és emberré válni, mondhatnám azt is. Vagy vannak, akiknek már gyerekeik is vannak. Ja, sok tehát. Van. Ez egy szép dolog. Sok van. Hogy lehet így pörgetni egy egyesületet 14 éven keresztül úgy programról? Lehet szerencsére pörgetni, hogy ugye az alapító tagok, ugye mondta az előbb te is az Gábor, hogy változnak-e nemet. Az alapító tagok megvannak a mai napig is, tehát az egyesületnek a titkárja, az Abolai Szabó Attila, az a kezdetektől jelen van az egyesületünkben, az alelnökünk Bíró Levente szintén kezdetektől jelen van, úgyhogy azt jelenti, hogy a kemény maga az megvan, ugye, és kell egy motor, ami igazából hajt, ez a motor többike is vagyok én, és akkor ugye az emberek lassacskán felsorakoznak az ember mögé. Tehát, hogyha látják azt, hogy vannak programok, és látják azt, hogy ezek a programok nevelő jellegűek is, ténylegesen nem az alkoholfogyasztást hirdessük, nem a dohányzást, nem a különböző kábítószereket ugye hirdessük, hanem ténylegesen teljesen alternatív programokat jövünk a köztudatba, akkor a szülők is bizalmat szavaznak nekünk, ugye, és a mindenki más. És ugye akkor, akik érdeklődnek ezen a témák iránt, mint például a környezettudatos nevelés, sportprogramok, vagy éppen nemzetközi programok, akkor megtalálják itt a helyüket. Talán az egyik, tehát a sport az, ami a legtöbbet szerepel programjaitokban. Tehát a legtöbb program, amit szerveztek, annak szerves része a sport. Így van, tehát kézdiszéki szervezetként ugye három lábon állunk, mint három szék. Az egyik lábunk ugye ez a környezettudatos nevelés, a másik a sport, és a harmadik a nemzetközi szolidaritást és empátiát fejlesztő programjaink. Úgy gondoljuk ugye, hogy egy közösségben ahhoz, hogy mindenki tudjunk előképpen elfogadni, ahhoz többékes ugye empátiával kell rendelkezzünk, és ezt folyamatosan kell fejleszteni. A sportoknál, amatőr sportokkal foglalkozunk mi csak, és ugye azok a sportokkal, amik ténylegesen zöldek és zsebbarátok-e. Tehát nem gondolok arra, ugye, hogy most különböző motormeghajtású sportprogramokat hirdessünk, hanem a kerékpározás, asztali teniszezés, szaladás, ugye a szaladás az a legolcsóbb, a legzsebbarátabb sport. Ugye pont ilyen fontos a folyamatosan a saknak ugye hirdetése, és pont ilyen fontos a tollas labdának, ugye, vagy az ilyenfajta labdajátékoknak, amik ugye köztudatban sportnak felelnek meg, de egyre kevésbé játszódják már a fiatalok. Például ezért hoztuk be az idén, vagy a tavaly is már az ugrókötelezést jobban próbáljuk a programjainkon jelen lenni. Nem drága, tehát 10-20 lejét lelkapni a ugrókötelet, ugye, és azzal el lehet jól szórakozni, és ugye rengeteget tudja az ember fejleszteni az saját képességét. Micsoda? Vagy a gumizás, ugye, ami szintén beletartozhatna például a sportba is. Ugye a rég megszokott gumizás, amikor a gyerekként a nadrág gumikat ugye összekötték a szüleink, és akkor azzal a tömbháza környékén ugráltunk általában a lányok. Most is egyre népszerűbb, de azért mondom még egyre, mert például most a Cicamenháj átadóra kaptunk a meghívást, május 31-en, jól emlékszem, pont akkor volt, és akkor vittük ezt a programunkat ugye be, oda a köztudatban volt több száz részvevő szerencsére, és sokan elhiszed, de Gábor és Krisztán nem is tudták, hogy működnek a szabályok, ugye, és akkor láttak a fiatalok először gumit. A fiatalok 7-8-9 évesekről beszélgetünk. Uh-huh. És azt hinnénk, hogy tudják, de nem tudják. Mondjuk nem fiú sport, ez egy lányok. A fiúk sem, a lányok sem. Tehát pontosan a lányokkal, a szülők is éppen mondták, milyen jót hoztatok ezt a programot, mert tényleg, amikor gyerek voltam, akkor játszottam, és most már úgy ez újszerű számunkra is. Uh-huh. Hát ez egy kicsit meglepett, mert nálunk azért ismerik otthon, hál' Istennek. Na, többet vagy lehet akkor vidéken. Nem. Vagy nem tudom, mert tényleg, tehát a... Egyébként megérne egy fejmérés, ezt is megkérdezzük az iskolásokat, vagy a gyerekeket, hogy akkor hányan ismerik, vagy nem. Az elmúlt 14 év tapasztalataiból mit emelnél ki?
Hát először is büszkék vagyunk a különböző díjainkra, érdemeinkre. Mert ténylegesen helyi és nemzetközi szinten számos elismerésben részesültünk, amit még egyszer köszönünk a csapatnak, hisz ugye nem egy emberes játék, ez a legfontosabb erőforrás, de örökké mondom a humán erőforrás. Hisz ugye emberekre kell építkezzél, nem másra. El ne dobd a telefonot. Elhettem a székre, éppen majd valaki éppen hív. Igen, tehát emberekre építkezünk, ugye, és nagyon fontos, emberekkel dolgozunk együtt. Uh-huh. Tehát többek között 2010-ben ugye megkaptuk az Magyar Civil Szervezetek Erdély Szövetség által a harmadik helyet, mint az év legaktívabb civil szervezete, ez 2010-ben, úgyhogy egy év alatt másik között azt elérjük. Őszinte leszek, nem lepett meg. Igen, ugye akkor elértünk sok-sok eredményt a Civil Kramszéket Szövetség által, több alkalommal voltunk már első helyezettel, 2015-ben és 2022-ben is. Ugyanakkor részt vettünk különböző más programokon, az egyik legfontosabb programunk a 2015-ös Ifjúsági Sportminisztérium, a Torony Minisztérium, a Kovász megyei Sportifjúsági Izotóság által meghirdetett országos civil versenyre, ahol a Nem erre útja programunk a Fiatal Civil Társadalmi Gálán a legjobb közvetlenül projektet kapja meg országosan, kapta meg 15-be ezelőtt ugye 8 évvel. Ezek annál ismerések, amit mondom, úgy összehasonlítva egy kisvárosi kézivásári szervezetként nagy-nagy szóval jár, amikor ugye bekerül az ember egy ilyen bukaresti vagy egy másik fajta platformon, és akkor ott jegyzik effektív a szervezetet. És nagyobb elismerés számunkra az, amikor 11 éve működő külföldi önkéntes szolgálati programunkat a tavaly újra meg kellett ugye védjük, ezt minden 5 vagy 7 évben ugye le kell adjunk egy nagy pályázatot, és országosan a harmadik helyet kaptuk meg a pontszámba. Előttünk van a Bukarest Nemzeti Múzeum, és még van egy 91-ben alapított bukaresti szervezet, és ugye a harmadikok voltunk mi, egyedüli székelyföldiként, akkor mondom a harmadik pont elmét értünk el. Ez konkrétan miről szól? Ez arról szól, hogy tudjunk fogadni, vagy nem külföldi önkénteseket. Ezt minden 5 vagy 7 évben le kell adni egy nagy pályázati csomagot, ez egy 40-valahány oldalas angol nyelvű dokumentum, és ugye akkor mondom, ezt az elbírálók úgy látták, hogy a miénk a harmadik legjobb országosan tavaly februárban. Gratulálom. Na, úgyhogy ez egy jó elismerés volt, és mondom, ez igazából nektek köszönhető, ugye, mert minden bele van írva egy ilyen pályázatban, a profilrádió is szerepel a pályázatban, szerepelnek ugye az előbb említett programok, szerepelnek ugye a partnereink, amikor jó sok van szerencsére belőlük, ugye a helyi iskolákon, anyamekkel köszönjük, hogy folyamatosan mellettünk vannak, és ugye az iskolákból toborozzuk állandóan az új csapatot, ugye Krisztára gyakran nézek, és Krisztus is ugye mint tanárnőként is Bot Péter benne felfel tűnik, és ugye is tudja, hogy jó pár diákot Bot Péterből rendszeresen szoktunk betoborozni, és ugye magunk mellé venni, és akkor évek óta már fejlesszük és képezzük őket. Uh-huh. Egyszer én is voltam a Bot Péterben, nem mint tanár, hanem mint előadónak. Hív, aztán többet nem hívtak. És más iskolában se. Kriszta, gondolja miért? Krista teljes mértékben tudja, hogy miért. Nem tudom, mit történt. Diákok nagyon szerették. El is hiszel. Másnak annyira nem volt szimpatikus, szóval elhangzott. Na jól van ez így. Több más országbeli egyesülettel is kialakítottatok kapcsolatokat az elmúlt években. Igen, tehát csak az idén 8 külföldi és 2 helyi programot szerveztünk nemzetközi színvonalon. Pont a 8. az jövő héten csütörtökön indul, arra mi mindig van egy üres hely, mert pont a hétfő reggel az utolsó résztvevő sajnos visszamondta a családjukok miatt. Így keresünk egy olyan 18 és 30 éves szemét, aki éppen most hallgatja a rádiót, alapszinten beszélget angolul és szeretne elmenni egy hetet Macedóniába, Prilep városába, ugye Macedónia ez lent van a Balkánon, a régi Jugoszláviának ugye az egyik, mondhatnám, az is utódállama, Jugoszlávia ugye 7-8 fele szakadt az elmúlt 30 évben, és ugye ez az egyik állam, egy régi-régi országról van szó, ugye azelőtt is volt Macedónia, nagyon szép kisváros, én több alkalommal voltam már ott, kisváros akkora, mint Szentgyörgy lakossága, de úgy kell elkezdjek a rádió hallgatók, hogy hétfőn este is hemzsegnek a fiatalok, rengeteg a fiatal, és rengeteg a fiatal program, úgyhogy a bárok, a kocsmák tényleg teli van emberrel, minden este szinte koncertek vannak, úgyhogy le a kalappal élnek azok az emberek ott lent. Mi is élünk, csak teljesen másfajta, inkább ugye bezárkozunk, inkább bent ülünk, de ott tényleg a fiatalok 11 óra fele is az utcán és a kocsmákban ismerkednek. Na, és mondom, erre a programra, ami nem kocsmázás, hanem a mesterséges intelligenciának ugye a fejlesztése, megismerése, ennek a ifjúsági cserére keresünk egy utolsó részvevőt, aki 18-30 éves, összesen kézdivásárhelyről 6-on fognak lemenni, eddig 5 emberünk megvan, Fozokos György lesz a vezetője a csapatnak, ugye az előbb említett Medárd megy, Katókincső Barbara, Kanabé Kinga és Német Piroska Klaudia, ők mennek le, mondom, ezzel a csapattal. Ott lesznek még horvát és lesznek macedón fiatalok is, úgyhogy tényleg érdemes egy ilyen programban részt venni. Ilyen program, az előbb beszéltem az elmúlt másodpercekben, ilyen mondom, még volt 7,
az idén minden hónapban volt egy, legalább voltunk Olaszországba, kétszer Szlovéniába, Bulgáriába, Macedóniába, kérdezem papíromhoz Magyarországon, igen, és akkor most is egy csapattal készülünk, mondom, jövő héten Macedóniába, és akkor e hónap végén van még egy biztos programunk Szlovákiába, októberben Spanyolország és Magyarország. Ez van az idénre, ami biztos már le van írva, a papírozva már. Úgyhogy ezekre mind-mind keresünk embereket, ugye a következőkre is. Elsősorban a saját embereinket szoktunk ugye összeszedni, és azokkal megyünk le, de hogyha nincsen elég saját emberünk, a megkérdessük ugye a rádió által, vagy bármilyen kommunikáció csatorna által, és akkor jelenkezőket is fogadunk. Elsősorban kézdi székjelket szeretünk küldeni, de hogyha nem, akkor szóba jöhetnek a más megyében levők is. Uh-huh. És jó pár éve foglalkoztok külföldi önkéntesek fogadásával. Igen, összesen 39-en voltak nálunk, vannak nálunk, ugye, Törökországból, Grúziából, Örményországból, Spanyolországból, Franciaországból, Görögország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Osztrákia, Ausztria és Oroszország. Ebből ugye van még 5 emberünk most itt, van 2 örmény, 2 török és 1 grúzunk, és ugye most megnyertük az újabb pályázatot, aminek hatására most a 7-et kell fogadjunk. Úgyhogy októbertől, novembertől 7 külföldi ember lesz egy éven keresztül kézivásárhelyen. Ebből már kiválogattunk 3-at, most még van megbeszélés alatt örményországival, ukránnal, türkmenisztánival és azerbajdzsánival. Úgyhogy ők még nem jeleztek konkrétan vissza, hogyha lehet ilyen szép színes lesz az őszi program kínálatunk, hogy sok-sok országból lesznek emberek. Mit kell ők nálatok csináljanak? Hát az előbb említett programokat, ugye, amiket mondtam már sok-sok, meg volt szervezve, azokat kell folyamatosan ugye ezt működésben tartják, és ők is jönnek és jöhetnek is, szerencsére gyakran is jönnek különböző ötletekkel, saját programjavaslatokkal, és járnak ugye iskolákba, az említett Bot Péter iskolától elkezdve, a Molnár József, Petőfi Sándor, Trulóci Mózás, vagy mármilyen más könnyebben iskolába is járunk, ahol különböző tematikus napokat is tartunk, ugye tematikus napok, mint például vízvilágnapja, földnapja, madarak és fák napja, békevilágnapja, ugye, és erre akkor felépítenek egy előadást, sorozatot, vagy egy táncot, ugye függ, hogy milyen korosztályhoz megyünk el, és akkor ezt a programot például bemutatjuk, mondom, a különböző osztályokban, ugye most az idén volt az 5 hét első alkalommal, annyi megkívásunk volt, hogy nem tudunk sajnos mindenhol jelen lenni, és akkor ugye jó, hogyha többen vagy, mert akkor szétszakadtunk, tehát X pedagógus elvitt 2-3 önkéntesünket, csak akkor én mentem a másik 2-3-mal, úgyhogy sikerült így egy jó pár helyet lefődjünk, és ennek hatására is keresünk alkalmazottat most már egy hónapja, hogyha valaki ugye reklám helye, ha valaki hallgatja, és pont minket hallgat, akkor lehet jönni hozzánk irodavezetőnek, és akkor ilyen programokba ugye tud bekapcsolódni, és tudja fejleszteni az angol nyelv tudását maximálisan. Van egy másik kezdeményezésetek, ami hát kezdeményezés volt évekkel ezelőtt, aztán most már eléggé nagy és népszerű programmá nőtte ki magát, ez a fotópályázat. Igen, a tavaly pont nem szerveztük egyedül meg, addig mindig megszerveztük, és ugye a fotópályázat az pont egy jó példa, ami egy tematikus, minden évben egy tematikus témát választunk ki. A zsűri csapat az nem változik, az minden évben ugye az a zsűri csapat, többek között te is az egyik zsűri vagy, Gábor. A Nagy Lajos ugye ismert nemzetközi fotóművész, van a zsűrinek az elnöke általában, ugye Bedel Gábor szokott lenni, mindig és Vetró András, ugye a szobrász művész, ugye, aki mindenki ismeri, a környékbeliek, ők ugye ti négyen szoktatok erről dönteni. És minden alkalommal ugye több tucat, vagy több száz jelenkező szokott beküldeni különböző fotókat. Tavaly nem volt időnk erre megszervezzük, sajnos az őszintesség, ugye rengeteg más programunk zajlott, de a tavalyig folyamatosan sikere volt, és ugye minden évben elkészítettünk egy fali naptárt is a legjobb alkotásokból. A kiállítás mellett, ugye amikor volt a Viadóban, vagy épp a Sportcsának az előterében egy kiállítás, ahol igen, a zsűri mellett ugye egy ilyen kicsi zenés verses műsorra is készültünk minden alkalommal. Attila, mi a visszatekintesz az elmúlt 14 évre, hát nehéz így számba venni, annyi minden történt az Örnep Egyesület házatáján, hogy egyszerűen könyvet sem lehet írni, összegezni, hogy mi mindennen keresztül ment az Egyesület. Így ha a jövőbe tekintesz, a múltból merítve, mik a gyengeségeitek, mi az, ami még szeretné változtatni, vagy még jobb irányba elvinni? A kedvenc kérdésemet tetted fel, Gábor, őszintén. Nem mondod. Igen, és azért is már tudja, mi a Sapiens Egyetemről indultunk igazából, az Egyesületnek ugye az alapító tagja, és azóta is ugye mindenki onnan van, és éveken keresztül ugye mai napig is a jelenlegi diákok folyamatosan ugye kérnek minket fel, hogy interjút adjunk, ugye különböző dolgozatokat írnak az Egyesületről. 14 éve alatt megírtük azt pont, hogy most júniusban a tavaly nálunk gyakornokoskodó Kézdi Almási Kaján Rebeka az államvizsgáját az Egyesületből írta, külső kommunikációjából.
és pont ezt vizsgálta Gábor, ugye, mik a gyengeségeink, ugye, mik az erősségei a külső kommunikációnknak, és igen, ugye, mi külső szemmel, aki ugye belsőben, nálunk mondom, sok órát tevékenykedette, ugye közösen az egyetemi tanárokkal, akik ismerik mind a szervezetnek a tevékenységét, teljesen más szemléletben ugye látták meg az egyesületnek ugye a különböző dolgait, és javaslom azt, hogy a következő alkalommal, hogyha lehetőség ugye van egyébként Csíkszeredában kapott pont munkát Rebeka, hogyha idejár valamikor itt ára jár, itthon jár, akkor majd hívjuk el hozzátok a rádióba, és ugye egy kicsit a kommunikáció, ugye mi kommunikációs szakos hallgató, ugye végzős, bocsánat, már végezte az egyetemet, ugye akkor mondjál, hogy mit is egyébként, mit is látott nálunk az egyesületnél. Például olyan hiányosságot ugye látott, hogy az Instagramra éveken keresztül ugye ezer valahány követünk van, éveken keresztül csak hashtageket tettünk fel, ugye, és szöveget nem írtunk, csak fotót és hashtageket. Ugye, és akkor ők úgy gondolták, hogy igenis fontosabb a szöveg is, ugye megolvastam a disszertációját, azóta teszünk szöveget is. Tehát mondom, nyitottak vagyunk állandóan, a kíváncsiak vagyunk, és örülünk, amikor vizsgálnak minket, és mondom, minden egyes dokumentumot, ami rendelkezésünkre áll, hisz a weblapunk ugye 2009-től működik, a mai napig az első cikkig megtekinthető az összes az archívum menü alatt, úgyhogy nagyon könnyű, mondhatnám azt is, belőlünk írni államvizsgadolgozatot, mert ugye kész anyag van hozzá. És mondom, örülök annak, amikor tényleg valaki rólunk vizsgálódik, éppen valaki rólunk akar szakmai anyagot készíteni. Úgyhogy ez egy elismerés a munkának, hogy mondom valaki már. És ugye szerepelünk a könyvtárában, az egyetlen a könyvtárban, mint államvizsga dolgozat, ugye, és a következő diákok is gondolom azt, hogy el fogják venni, fogják lapozgatni. Hát konkrétan választ nem kaptam a kérdésre, tehát hogy te mind változtatnál így az egyesület életében. Értem én, hogy vannak hiányosságok, amire egy ki lehetne pontról pontra térni, és akkor, hogyha összejön, akkor ki is fogunk térni. Majd egy másik alkalommal, viszont te, mint egyesületi elnök, miben látod azt, amiben változni kell, úgy gondolod a jövőre nézve, tehát úgy alakulva a világ alakulásához is. Ha folyamatos, hogy a napi renden kell lenni, kell ugye érteni a fiataloknak a tevékenységeit, a fiatalok ugye a hobbijait kell effektív a nyelvünkön beszélni. Én sem vagyok már fiatal, hogy egyre több az ősz hajszállam, azt szerint ugye egyre kevesebb lesz az elkövetkező években az energiám, és ezért is szeretném azt, hogy egy-két fiatalt ugye tudjunk betenni a csapatunkba, és ugye akkor hasonló erővel, energiával, mint én vagyok, ugye, tudja ezt tovább vinni, és ugye tudja ezt maximálisan ugye fejleszteni, mert igény óriási van rá. Tehát ha nem működnénk a mai napig, hogy nem volna igény ezekre a programokra. Mert ugye az ember csinálja, és akkor nincsen, nem az emberek, ugye nincsen meghívása a rádióba sehonnan, se akkor effektív becsukja az ajtót az ember egy idő után. Na, és mondom, igazából erre kéne fejleszteni, ugye szeretnénk, csak ez is egy nagy álom, például egy 7+1-es vagy 8+1-es ugye Dubát ugye bevásárolni, megszerezni egy használt autót, azért, mert rengeteg az ilyen kiszállási programunk, ahol ténylegesen ugye a csapatunk meg van nőve, és ugye ezeket effektív autóbégig ugye el kell juttatni. Szeretnénk egy rengeteg álmunk van, Gábor, hogyha álmunkat kérdezel, akkor tudunk oda beszélni erről, ugye reggelig is a kell. Igen, és oda van rengeteg más ilyen, például szeretnénk ugye nagyobb, egy saját székhelyet megvásárolni, szerezni, csak ugye legkevesebb, ami szokott lenni, a pénzből van. Tehát tervünk, ötletünk az van, elhivatottságunk van, de az anyagi ugye keret az, ami a legnehezebb. Főleg ugye, hogy egyre nehezebb itt helyszínen, ugye egyre kevesebb vállalkozó is van, ezt tudjátok jól, ti is tudjátok jól. Ugye nektek is ugye kereskedelmi rádióként nehéz dolgok vannak gyakran. Ugye ez a civil szervezet általában még jobban érezhető, mert ugye, hogy vállalkozásokkal akarják meghúzni a nadrág szíjat, és ugye elsőben a reklám, és ugye aztán a szponzorszerződések, és akkor ugye mindketten egy hajóban effektív hevezünk, és ezzel kiszködünk. Attila, így érdekességek a Zöld Nap Egyesület életéből volna, így valamit elő tudnál rántani, valami esetleg, hogyha átérnénk valami vidámabb hangulatra most ebből a gazdasági világválságból, ami itt a kis térségünkben uralkodik, és itt felecsetelted? Na, nem kell ennyire elszomorodni, és azt mondom, és nem is, egyébként aki ismer, nem vagyok egy pessimista ember, és nem is szoktam ugye a gazdasági válságról, vagy hasonlókról beszélgetni, fel a fáját, és menni kell tovább. Sok érdekesség van, igaz, te is mondod, Gábor. Kezdetekben az első 4-5 évben sokkal több volt, mint most van. De a mai napig is gyakran összetévesztenek egyes környékbeli, környékbeli állampolgárok, ugye lakosok, a köztisztasági vállalattal, vagy éppen hasonló intézményekkel. Tehát nagyon jó kapcsolat, ugye ápolunk köztisztasági vállalattal, de mi nem ők vagyunk. Tehát ugye mindenkinek ugye van egy külön profilja, ugye, amiért felel, ugye,
és de milyen az a parunk. Például van olyan, volt olyan több alkalommal is, hogy X oktatási intézménynek az udvarán nagy volt a fű, és akkor X lakós mondta, hogy nem látjuk azt, hogy a fű mekkora. Mondom, én látom, de hát én nincs semmit ezen kívül csináljak, hogy akkor ugye ez nem tartozik ugye ránk. És persze tudunk szólni szintén ugye az előbb említett intézménynek, van nagyon jó kapcsolatot ápolunk ugye az önkormányzattal is, és ugye és a különböző partnerintézményekkel is. Tudunk szólni, de mi nem tudunk csinálni az ellen semmit sem, mert kaszám sincsen, és időnk, ugye energiánk sincs arra, hogy ilyesmikkel foglalkozzunk. De egy legérdekesebb az egyik, ugye már erről beszélgetünk, a múlt héten érkezett megkeresés ugye e-mailben, amikor azt hiányolt egy környékbeli lakos, hogy nincsen kitüntetve, meghirdetve a Kézdivásárhely Kovászni és a Kézdivásárhely Sepsiszentgyörgyi buszjárat, és ugye akkor ezt effektív valamilyen szintén mi fel kéne tegyük, nem tudom hova, ugye, hogy akkor az emberek tudjanak eljutni A-tól a B-ig. Én is nagyon sajnálom, hogy nincs ez kitéve, igazából nem is tudtam, hogy nincsen kitéve, de nem tudunk tenni ez ellen sem semmit sem, mert nem is vagyunk tömegközlekedési vállalat, és nem kisek is ilyen kapcsolatunk és ilyen lehetőségeink, hogy mi ezeket megszervezzük-e. És így fizikailag voltatok már, volt már olyan része, olyan eset, hogy összekevertek valakivel? Tehát igen, kontaktban, igen, így, igen, igen, hogy... igen, igen, persze. A Greenpeace-szel szoktak ugye, vagy a hasonló dolgokkal, főleg akik ugye ritkábban járnak, ugye nem helyi lakosokra beszélgetve, ugye turisták, vagy éppen megfordulnak a városunk, vagy a diaszporáról beszélgetve, ugye, akik ugye évente, hogy 10 évente egyszer-kétszer térnek haza, hogy akkor hallanak egy ilyen szervezetek, azt hiszik, hogy ugye mi is ugye bánnákot, vagy hasonló dolgokat tudunk megmenteni, sajnos nem, mert nincsen energiánk rá, és nagyon fáj egyébként, ami ugye történik a világban, de egy-két poszt megosztás mellett, hogy egy-két digitálisan leadott aláírás, vagy kampány mellett nem tudunk csinálni többet. Uh-huh. Na, mert igazából nem is vagyunk alárendé, vagy nem is vagyunk kapcsolatban ezekkel a nagy nemzetközi szervezetekkel. És van olyan, hogy rátok szólnak a szemetet szedd össze? Van. De hát ezt megszoktuk már, Gábor, tudod, ez olyan dolog, érted, tudod, hogy ez úgy belejön az ember, és igazából nem is szomorodok el, és örülök is neki megkeresésnek, az ilyennek is. Igen. Ma azt jelenti, hogy hallanak rólunk, ugye, és tudnak van, és ezek az emberek akarnak valamit csinálni. Még mindig jobb, mint ugye, hogy valaki ugye csembe, szép csembe, ugye, mondhatom ezt is, hogy pusmogjon, vagy éppen tud lapítson, inkább mondja, milyen kérdéssel van, és akkor hátra be tudjuk azt oldani. Rengeteg jó bekeresés is, mondom, folyamatosan volt és van, különböző parkosítás, fajütetés, elkezd a játszóték kialakítás, rengeteg ilyen is van, ténylegesen építő is jó jellegű volt, de az utóbbi időben azt is még el kell mondjam zárásként ennek a témának, hogy az elkezdetekben rengeteg volt a kerékpár utaknak, ugye a hiányának, ugye mi is arra folyamatosan próbáltuk rávenni mindenkori városvezetés, hogy egyen minél több ilyen útvonal. Szerencsére a helyi önkormányzat jelenleg ugye erre most rengeteg energiát belefektet, és ugye azóta már ilyen megkeresés egyre kevesebb van mi felénk is. Ugye, és akkor így látjuk azt, hogy fejlődik ez a része, ugye, mi is hátrább tudunk dőlni, és akkor ugye látjuk azt, hogy minden évben ugye egyre több ilyen útvonal van számunkra, és ennek hatására megszervezzük újra a jövő csütörtökön este 9:30-kor az éjszakai bringázásunkat, ugye mi most már a városunkban levő kerékpárutakon ugye fog elmenni, és akkor milyen jó, hogy ugye tudjuk ezeket a programokat ugye népszerűsíteni, és ezek az útvonalakat. Attila, boldog születésnapot! Köszönjük szépen! Azt kívánjuk, hogy tudjunk még évről évre a születésnapotokról beszélni, szerintem akkor még mi is leszünk, ugye? Elsősorban mindenkinek kell kezel maga fele. Így van. Így van. És hát őrizzétek meg ezt a lendületet, amit 14 éve toltok, hogy tudjatok utat mutatni, mert az Örnep Egyesület az most már akárhogy is annyira benne van a köztudatban, hogy egyben utat is mutat. Nem csak a fiataloknak, hanem még az ilyen boomereknek, mint én. Így van, hát én is hasonló boomer vagyok, mint te, úgyhogy Gábor, úgyhogy a korosztályban nincsen kettőnk között óriási nagy különbsége. Még egyszer, boldog születésnapot! Köszönjük szépen, és köszönjük szépen a rádióhallgatónak, hogy igen, velünk tartottak ismételten. Kettől bejárós tábor, jövő csütörtökön lesz az éjszakai bringázásunk, hétvég ünnepik a születésnapunkat a Besenyői tónál, sátrazásra az egyesének a tagjai önkéntesen ott lesznek, és aki akar menni Macedóniába, jelenkezzen nálunk minél hamarabb, mert van egy hely számára. Köszönöm a lehetőséget, szép zöld napot! Zöldnap.info